A szerelem jegyében várták múzeumi kerengőre az érdeklődőket a Göcsei Múzeum munkatársai. A zalaegerszegi közgyűjteményben művészettörténész, muzeológus, régész és néprajzos kalauzolta a vendégeket, akik gyertyával a kezükben barangolhatták be az intézményt. A Valentin napi kerengőn 5 műtárgyat mutattak be, a hozzájuk tartozó érdekes történetekkel. Kostyán László múzeumigazgató jóvoltából egy szerelmi históriával indult a séta. Itt mögöttem látható Kis Frodis Robzsigmondnak a Finálé című alkotása, ami egy szerelmi történethez kötődik. Én erről fogok beszélni, de bemutatásra kerül majd régészeti lelet is különböző korból, például egy középkori gyűrű, de ókori ábrázolások is bemutatásra kerülnek, és a kiállításunknak, az állandó kiállításunknak a történeti részéből is 2 érdekes tárgyat lehet majd megtekinteni. A vendégek többek között a római korba is visszarepülhettek. Az intézmény pince szintjén ugyanis egy elképzelt szentélyt rendeztek be, ami egy római istenoltárát szimbolizálta. Ennek miniatűr szobrát és történetét is megismerhették. Őpriaposz, a kertek, a szőlő istensége, a méhek, a nyájak védelmezője. Hát nem feltétlenül kapcsolódik a szerelemhez, bár maga az istenség Afroditének a gyermeke, kitagadott gyermeke, és hát Héra átka is sújtja szegényt. Ez az attribútumán is megjelenik. Felhúzott ruhával és hát a férfiasságát megmutatva jelenik meg. A rómaiak nagy tiszteletben tartották, mivel hogy termékenység isten is, ezért az ünnepén a nők a szobrához járultak. Céljuk a gyermekáldás volt, ennek érdekében gyümölcsöket és különböző áldozatokat mutattak be a termékenység isten előtt. Emellett egy az 1500-as évekből származó, s egy ásatás során fellelt gyűrű történetét is felelevenítették.